Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. Ebben a videóban egy olyan összvér, semmilyen, ilyen-olyan kazánnal fogunk megismerkedni, ez pedig a Fountain V2, ami azoknak lehet jó, akik hallottak valahonnan olyanról, hogy button feeder, de nem tudják, hogy mi az, vagy szeretnék megismerni. Mert mondjuk van egy általuk kiszemelt kazán, mondjuk az Origen Little 16, ami button feeder kazán, de nem tudják, hogy bejön-e majd nekik ez. Arra meg ennyi pénzt tényleg úri mulatság lenne kiszórni az ablakon, hogy megtapasztalják, hogy tetszik-e nekik ez az alulról etetős játék, mert ugye az egész úgy néz ki, hogy a button feedernek, de majd közelről megnézzük, a button feeder alsó posztja egy lyukas 5-10 érintkező, és azon egy tartályon keresztül megy fel a likvida kvázi dripper kazánunkba, és alulról pumpálgatjuk, etetjük, és úgy megy föl a likvid, hogyha elfogyott. Na, erre találták ki a okos vagy nem okos kínaiak ezt a belépő áru, belépő szintű készséget, amit olyan szívesen megtörölnék már most rögtön az elején. Ő volna az. Ez egy 5 millis kvázi bottom feeder, mondom én ezt, mert hogy ez egy normál drip kazán a teteje, megnézzük mindjárt közelebbről, és mégsem lyukas alulról, hiszen itt van neki egy kis ballaszt tartálya, és gyakorlatilag mi a készülékünkre, bármilyen készülékünkre tekerjük rá, és úgy pumpáljuk ezt itt fönt, fölfelé, és így tudjuk a likvidet bejuttatni a tekerésünkre. Na de nézzük meg közelebbről, hogy milyen ez a kazán. Itt van tehát a Fountain V2 a dobozában, amiből most jól ki is vesszük. Amit találhatunk a készletben, az a már megszokott kék csavarhúzó, pótcsavarok, ógyűrűk, egy pót üvegpalást, és maga a, már most is látszik, mennyire instabil készülék. Többit félreteszem. Nézzük akkor, hogy néz ki ez a cumó. Alulról azt láthatjuk, hogy itt van egy 5-10 csatlakozó, amit kismértékben, de tudunk állítani. És itt van a bottom feederek jellemzője, ugye egy kis tartály, amit nyomkodva tudjuk a likvidet feljuttatni a kazántérbe. Ez normális esetben ugye úgy néz ki, hogy egy modkészülékre rátekerjük a kazánunkat, aminek a közepéről középen följön a leves, minden egyes pumpáló mozdulatnál. Itt ezt úgy oldották meg, hogy a tartály az a készülék fölé kerül, tehát gyakorlatilag nem kell nekünk egy bottom feeder modba beruházni, hanem itt a kis tartály, és fölötte van egyben a kazántér vele. De most ezt szedjük szét, akkor először az alját. Azt láthatjuk, hogy ez itt egyben van a kettő, viszont keresek valami vékony dolgot. Ugye azt látjuk, hogy ez a kettő, ez el van határolva egymástól. Ez lesz maga a pozitív, ez pedig
a külső része a negatív. És itt látjuk is, hogy ez bizony nincs egyben sem itt, sem itt. El van szigetelve. Hogyha megnézzük a következő elemet, akkor ez a kis flaska, ezt töltjük meg folyadékkal, és ezt, ha megpumpáljuk, akkor itt a csövön, a kazántérbe fog a folyadék távozni, annyi, amennyi nyomunk, vagy annyi, amennyi szükséges rá. Hogyha tovább bontjuk ezt, akkor itt láthatjuk magát a kazánteret. Azt látjuk, hogy jó agyig húzva az ógyűrű itt szigeteli a középoszlopot a negatívtól. Tehát itt ez lesz a pozitív, ez a negatív, itt közte pedig itt is el van szigetelve. Annyit láthatunk még, hogy nem látjuk, hogy hol jön be a leves, annyi látszik szétszedve, hogy itt középen ez a kis pozitív oszlop van megfúrva, és itt a két csavarnál távozik, hogyha ugye be van alá rögzítve a húzal, akkor természetesen ezek nem vannak agyig beletekerve, akkor lesz valami kis rés, ahol a folyadék tud távozni. Én annyit tettem, hogy az egyik csavart el is távolítottam, úgysem volt rá szükségem, hiszen nem duálban tekertem meg, és akkor itt távozhatott mindenfelé a folyadék. Amit még láthatunk, hogyha tovább megyünk, hogy ez itt dupla ógyűrűvel van összeillesztve, és azt remélnénk, hogy ez borzasztó jól fogja tartani, de egy apró, ennyi, semmi nyomás hatására ez a felső rész lehullik, az alsó szint úgy. Tehát egy pici likvid, egy pici kondenz elég neki, és már semmi tartása nincsen. Ha tovább megyünk, itt látjuk a felső záróelemet, ami egyben van a drippel. Azt látjuk, hogy 2x3 méretes furatunk van, és itt láthatjuk, hogy ezt be tudjuk állítani dual és single módra, értelemszerűen, hogyha single, akkor csak ez a része van nyitva, a másik elzárja, de ha ezt én így most összerakom, akkor azt látjuk, hogy itt ez nyitva, ez pedig zárva itt. Az a baj vele, hogyha ugye most ez ki van nyitva mind a kettő, hogyha én ezt úgy akarom szívni, ahogy egy button feedernek értelme van, tehát nem az iszonyat hatalmas teljesítményeket kergetni mindenféle duál tekeréssel, hanem az ízeket akarom kihozni belőle, és leszűkítem ezt annyira, hogy tényleg szájba és onnan tüdőre kapós legyen a dolog, akkor már láthatjuk is, hogy itt leszűkítem ilyen picire, de mellette már meg is jelent a másik luxi. Úgyhogy ezt így nem tudom leszűkíteni. Hogyha leszűkítem a két szemben levőt, itt is látszik jól, így jobban látszik talán, hogyha a két szemben levőt leszűkítem, akkor itt is nagy luk van, meg itt is nagy luk van. Hogyha csak a singlet akarom, és itt elzárom, akkor már látszik a mellette levő duálnak az egyik része, és a másik oldalon is. Tehát ez igazán máshogy nem használható, csak egyből tüdőre, szívásra, és itt már nálam meg is bukott ez az egész játékos, mert ez nem arra kéne, hogy kitalálva legyen, hogy hatalmas nagy gőzöket és emellett iszonyat nagy hang közvetítésével ilyen gyárkéményen eljuttasson hozzánk, de ez legyen a legkisebb gondunk, mert ugye, ha ezt én itt összerakom, akkor
már látszik is a levegő útja. Tehát itt bejön a levegő, ott, itt alul elmegy elvileg erre, de a levegő az nem tudja, hogy ott egy tekerés, és így lemegy arra, majd utána szépen, mint a jó kisfiú középen följön, hanem amerre a legkisebb az ellenállás. Gyakorlati tapasztalat az azt mutatja, hogy minél inkább szívja az ember, annál inkább ez a nagy húrok a levegő útja lecsökken, és gyakorlatilag itt beszívjuk, és itt már szívjuk is, megy idebe a drip felé, és szívjuk föl. Ezzel csak azt érjük el, hogy a tekerésünk túlmelegszik, hotspotos lesz, rossz íze lesz. Ezek sehova nem vezetnek szerintem az ilyen típusú felülről levegőztetések, és aztán tudományos jelleggel megmagyarázások, hogy ez azért jó, mert itt örvénylik, meg itt a vortex, meg ott az anyám kínja. Ez semmire nem jó, és amellett még egyszer mutatom, ennyit bír. Tehát ezt én hordtam zsebben egyszer, mert amikor ki akartam venni, akkor esett szét, úgyhogy semmi értelme nincs ezt zsebre rakni, ha csak nem az a célunk, hogy összelikvidezzük vele a kezünket és a kabátunkat. Zsebbe meg, nadrág zsebbe meg pláne. Na mindegy, azért tegyünk egy próbát, szereljük össze. Én ehhez most a bottom feedernél már megszokott üvegszálat fogom használni, abból is 2 millis szálat, és abból is 3-at összefogva, így. És használok hozzá egy segédtűt. Így. Ha ezzel meg vagyok, akkor húzal, és szépen elkezdem feltekerni. Nem túl szorosan, vezesse magát a húzal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és legyen 8. Most még úgy néz ki, mint az ökörhugyozás, de ezen mindjárt javítunk. Egyet így vissza is hajtok. És ha ezzel megvagyunk, akkor betesszük, mondjuk ide. Csak először. Kilazítjuk a csavarokat. Egy luk, két luk. Ha ez megvan, akkor még a segédtű még mindig bent van. Szépen meghúzzuk. Úgy megnézzük, helyükön vannak-e. Igen.
lecsépjük. Megigazgatjuk a tekerést. Úgy segítjük ki. 1,41 század ohm. Annyit csinálunk most, hogy szépen elvezetjük a üvegszálat. Én ebből egy picit le is csípek. Egyik oldal. Elnézést, de kamera alatt igen nehéz. Én ezt a húrkot innen kiveszem, és ide. Nem baj, ha kicsit az üvegszál visszarúg, az úgyis majd be lesz nedvesítve. Még talán ezt is. Hogy ne? Úgy a többit azt majd izzítás után. Adunk még neki egy kicsit. Itt ugye nem kell félni attól, hogy száraz izzítás lesz, hiszen üvegszálat használunk. Úgy.
Ez kb. Kinézetre jó is lesz. És akkor most majdnem megcsepegtettem, de nem tesszük, hiszen ezért button feeder. Fogjuk a kis tartályunkat. Így visszahelyezzük a helyére. És akkor megnézzük menet közben, hogy működik. Tehát megnyomjuk itt ujjal, ott már jön is föl a liquid. Látjuk, hogy szépen az üvegszál átissza. Addig pumpáljuk, amíg fel tudja venni az üvegszál a folyadékot. Eligazgatjuk a maradékot, akkor ő se fog rakoncátlankodni itt. Úgy. Fölvette, amit föl tudott. Nézzük akkor, hogy egyáltalán van-e neki gőze. Gőze van, összeszereljük kazánpalást, beállítjuk a levegőzést single-re, tehát csak ez fog ránézni a tekerésre. Így, és ugye ez az a luxi, ezt kell megkeresnünk, és odarakjuk a tekerés fölé, bár nincs nagy bizodalmam ebben így. Ropog, nézzük azért meg, hogy van-e gőze. Hát gőze éppenséggel van. Nézzük akkor meg ezt a Phantom V2-t az éles üzemben. Na, megismerkedtünk közelről ezzel az egész kvázi bottom feeder cuccmákkal, és láttuk, hogy mi az a hiányosság, ami nekem nem tetszik benne, de most mindent félretéve megpróbáljuk élvezni és használni. Nehéz lesz. 20 watt, gyerünk. Pumpa, pumpa. Szar az íze, és a hangja sem túl fényes. Följebb megyek 31-re. Mit mondjak, hogy ne sértsek meg vele senkit? Szar. Na, 35 wattnál már legalább van gőze. És köpköd a nyelvemre, ez az Isten csapása. Buli van! Miért nem szeretem én ezeket a kínai szarokat? Duában ne is használjuk, mert ez botrány. Megpróbálok kicsit a levegőből visszavenni, csak az az én bajom. Igen. Az az én bajom, hogy pont úgy vannak elhelyezve a levegő csatornák fönt, hogyha a single-be állítom,
és ott egy picit vissza akarok venni, egész le akarom szűkíteni, akkor a másik oldalon már megjelenik a következő levegőlyuk. És ez pont a lényegét veszti el, ez az egész button feeder történet, mert azért vannak kitalálva ezek a kis pici szírszarok, hogy egy dripkazán élményét nyújtsák nekünk úgy, button feederként, hogy alulról etetjük, és nem kell folyamatosan csepegtetnünk. És hozzák az analóg érzést nekem. Ezeket a button feedereket nem jó nagy levegővel használni. Ezek arra vannak, hogy élvezzük az ízeket. A gőz az nekem a button feedernél, meg egyébként ezeknél a dripkazánoknál mindig másodlagos volt. Becsukod a szemed, és szívod, és érzed azokat a finom ízeket itt hátul, a nyelv gyöködni, mindenhol csak a finom ízeket érzed még 5-10 perc után is. Hát ennél inkább az van, hogy ígyunk rá, mert olyan szar az íze. És igazából nem tudom leszűkíteni, tehát most itt van rajta ez a gyárkémény, de minek? De minek, könyörgöm? Hát egy button feeder nem az a célja, hogy én őrületes nagy gőzöket, meg egyből tüdőre kapós érzést érjek el vele. Ezzel mégsem tudok más csinálni, mert nem tudom úgy beállítani a levegőjukat sem, hogy ez nekem jó legyen. Most nem fogom kitömögetni papírral, meg vattával fönn azt a levegő lyukat fönt, ahogy ezt elfordítom, hogy már jó legyen, de az még ne legyen nyitva. És mondom, tehát 0,32-vel megtekerve, üvegszárra lövöldözik ki nekem, az íze az sehova nem vezet nálam, tehát még ha jó lenne az íze, de nem. És próbálom azért. Nem. Akárhogy próbálkozok, nem jó. És ez, hogy ez képtelenség elvinni otthonról, hát mi ez a szar? Tehát így fogom, így egy ujja megbillentem, félek, hogy leesik, így ennyi. Hát ez kell ennek? Tudom én, hogy van a kicsit szar, meg van a nagyon szar, de ez nagyon szar, na. Hát ezt berakod a zsebedbe, és egyszer csak azt veszed észre, hogy benyúlsz, és ezt így kompletten elhagytad, és itt a likvides kanócod meg mindent összedzsuváz. Legalább lenne menet, vagy valami, vagy olyan ógyűrű, de nem. Ez mindenhogy szar. Kitalálta ki ezt az ökörséget, hogy egy bottom feeder kazánnak egyből tüdőre kapósnak kell lennie. A gőze, de egyedül a gőze, de tényleg. Tehát üvegszálból is ki lehet ennyit hozni, nem kell itt vattázgatni, de könyörgöm. Hát most megpróbálkozom a lehetetlennel. De már nyitva van a másik oldal. Hú, nagyon szar. És akkor arról nem is beszéltem még, hogy itt is ez a tudományos ökörködés, ez a föntről a levegő, és majd az, de nem tudja úgy megtámadni. Tehát egy normális kazán alulról a tekerésre, oldalról a tekerésre, de ez, hogy föntről beszívom, és így elcirkumveniálok, és úgy föl, meg majd ott a vortex, meg ezek a vortex, ezek a hülye szavak jönnek, attól, mert azt mondjuk, hogy vortex, meg mit tudom is én, milyen airflow control, az nem úgy megy. Tehát minél erősebben beleesünk abba a hibába, hogy forró, erősebben szívjuk, az nem az lesz, hogy akkor így a levegő így letámad lefele, így körbetekerés, és aztán föl, hanem
Minél erősebben szívjuk, annál inkább a tekerés fölött fog elsűvíteni az egész levegő. Gyengén. Erősen. És abszolút elmegy az íze. Elmegy az íze, és jön ez az égett szar műanyag, semmilyen íz. Miért kellett? Nem tudom. Mondjuk, ez a kazán tökéletes lenne, ha TPD konform lenne, hiszen tök mindegy, hogy milyen levest rakunk bele, az ízes levesből is szart csinál, meg a szarlevesből is szart csinál, ergo nem kell drága pénzért drága levest bele locsolnunk, hanem a sima PG-VG-ből is ugyanazt a szarízt fogja kihozni, mint akármilyen drága likvidünkből. Úgyhogy annyira fölöslegesen pumpálom bele ezt a drága málnát. És meleg. Ha meg úgy csinálom, hogy ne legyen meleg, ahogy szoktam, inkább azt mondom, hogy elviselhető legyen a meleg, akkor meg ennyi gőze van. Látjátok a különbséget a kettő között. Az íze az meg eltűnt, a fasorban sincs. Úgyhogy ez az a kazán, amit inkább azt mondom, hogy ne próbáljátok ki otthon. Don't buy this. Ez semmit nem ér. És úgy, hogy saját ugrott, a saját kazán kéményét kell használnunk, ami meg... Hát mi ez a hang? Könyörgöm. Hát, ha eddig nem utáltak minket, majd ezzel. Ne vegyétek meg, ezen még a farkas logó sem segít meg az 5 milli űrméret. Ezt öntöm egyből vissza, amit még meg lehet menteni ebből a málnából, mert ez borzasztó így ez a kazán. Úgyhogy... Na, mindegy, próbáljunk megértékelni. Pozitív. Bottom feeder, szerű, valami, de mégse az. Ennyi volt a pozitívum. Negatívum. Gyenge az íze, hogyha a megszokott tekerésünket, a megszokott teljesítményen használjuk, akkor hűvös, és kevés a gőze. Ha följebb tekerjük, akkor meleg, és van gőze, de szar az íze. A ógyűrűvel határolt elemek még szárazon is lötyögnek, de ha meg likvid vagy kondensz kerül rá, akkor reménytelen egyben tartani, tehát esik szét. Zsebben semmiképp nem javaslom, hogy hordja bárki is. A saját gyárkéményét nem tudjuk semmivel kicserélni, nem tudjuk a levegőt leszűkíteni, nem tudjuk szájból tüdőre vevősre beállítani, elveszítjük ezáltal a bottom feeder általam preferált használati módját, tehát ezt a szájból tüdőre használatot. Csináltak egy ilyen gőzköpködő bottom feedert, de szerintem ennek semmi értelme nincsen. A levegő áramlás az már kitértem rá, meg mondtam is, hogy nem szabad bedőlni ezeknek a parasztvakító dumáknak, hogy milyen levegő áramlás, meg milyen turbulencia, meg milyen tudományosan van ez megkomponálva. Ez sem igaz. Ennyi. Ez még ingyen is szar lenne, nemhogy pénzért. Tehát én azt mondom, hogy ne vegyétek meg, és csak azért nem dobom le itt egyből a padlóra, de dúlván, mert sajnálnám a padlót, hogy összelikvideződik, meg esetleg még a palástja meg is reped, azt összetörik. Na, hát ennyi volt ez a csodálatos kvázi bottom feeder, de hát lesznek még más review-k, amíg lehet, és nem kényszerülünk
mindenféle más országokba, hogy videókat tudjunk készíteni, vagy ismertetőket reviewzni. Addig is a csatornára iratkozzatok föl. Lesznek értelmesebb videók is, mint ez a... Na már inkább nem is mondom. És az eseményeket megkövessétek nyomon, mert események mindig vannak. Irány feliratkozni a podcastre, vagy meghallgatni a legújabb infókat a következő adásból. Annak több értelme van, mint ennek a kazánnak. Sziasztok!